Az előcsarnokban a kiállításon a mézes kalácsokon keresztül a kézzel készült babákig számos portékát tekinthettek meg az érdeklődők. Kis Nelli rábírul utazott Magyar Kanizsára, hogy a papírkosár fonás technikáját népszerűsítse a rendezvényen. Teljesen hobbi szinten csinálom. Papírból, újságpapír, reklámpapír, napilapok, minden létező nyomtató papírból pálcákat sodrok, és akkor a színeseket, ami sötétebb színe, azokat sötétebb színe festem, ami mondjuk a fehér széle vagy nyomtatópapír, azokat a világosabbaknak, megsodrom a pálcákat, és akkor ami eszembe jut, éjszaka, amit kiötlök, azt másnap megvalósítom, fonok, díszítek, bármi igény szerint. A színpadon már a kórusok, néptáncosok és citarások léptek fel. 11 népzenei és néptánc produkciót láthatott a közönség. Teleki Zsófia kisújszállási dalokat mutatott be citerán. Néptáncolok is, és táborba volt lehetőség kipróbálni a citerát egy éve nyáron, és akkor megtetszett, és úgy gondoltam, hogy szeretném ezt tanulni. Az eseményt azzal a céllal hívta életre az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület, hogy összefogja és bemutassa a környező települések hagyományőrző tevékenységeit Szent Iván nap alkalmából. Ez az esemény tulajdonképpen a napi egyenlőség alkalmával próbáltuk úgy összehozni, hogy a Szent Iván éjjel kapcsolatos dolgokat hozzuk össze, és azért van ezen a napon, mivel ez ilyen babonaság, és úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt is fel kell újítani, ezt a Szent Iváni szórakozást. A rendezvényt Magyar Kanizsa önkormányzata és a magyar kormány támogatta.